Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntelek benneteket ezen a szép vasárnapon. Itt a Gazdagréti Szent Angyalok templomban, a fényárban úszó gyönyörű mozaikok előtt. Szeretettel köszöntöm az Apostol Televízió kedves nézőit is. Kovácsné Márta vagyok, és én leszek a mai este háziasszonya. Nagyon szép estét kívánok mindannyiunknak! Ma Krisztus Király vasárnapja van, az egyházi év utolsó vasárnapjának estéje. Mindjárt belépünk az adventi időbe, és közeleg karácsony szent ünnepe. Mai koncertünkkel már kicsit hangolódunk a közelgő ünnepre. Programunk főszereplője Benedekfi Katalin énekművész, operaénekesnő, színművésznő, akinek gyönyörű hangja sokat szóra csendül fel templomunkban. Mindig ismerősként és nagy szeretettel fogadjuk őt. Azok számára, akik még nem ismerik, a legnagyobb szeretettel mutatom be. A művésznő Erdélyben született Nagygalamfalván, Hargita megyében. Nagybátyja volt a néhány éve elhunyt kiváló költő, író Kányádi Sándor. 1998-ban költözött Magyarországra, elvégezte a Színi Akadémiát, játszott számos magyar színházban. Színházi szerepei mellett 2003-ban diplomát szerzett a Berzsenyi Dániel Főiskola Bölcsészettudományi Karán. Opera szeretete és kiváló ének hangja miatt 2010-től opera éneklést tanult, és nem kisebb művészek voltak a mentorai, mint Laki Krisztina, majd Tokodi Ilona, akivel a Mester és Tanítvány művészeti díjban részesültek. Jelenlegi mestere a világhírű mezzoszoprán Hamari Júlia. A nagyvilág opera színpadain énekelt Japánban, Izraelben, a Kanári-szigeteken, Németországban, Svájcban, Spanyolországban, Ausztriában és természetesen Magyarországon és Székelyföldön is. 2018-ban megkapta a Csongrád megyei Prima Primissima díjat. A Covid-járvány alatt számos belföldi és külföldi koncertje meghiúsult, ez idő alatt azonban elkészült élete első könyve, egy csipetnyi Erdély címmel, amely egy gyönyörű erdélyi utazás élményét adja az olvasónak. A művész feladata az élet jobbá és szebbé tétele, vallja a művésznő, és ő mindent meg is tesz annak érdekében, hogy minél több embernek szerezzen örömteli szép perceket az énekével. Koncertjei országszerte és külföldön is szinte minden korosztályhoz szólnak. Fáradhatatlan missziót tölt be a zene, minél szélesebb körben való megismertetésében és megszerettetésében. A mai este másik fontos szereplője Bárkányi Horváth Éva zongoraművésznő, aki az önálló zene számok mellett az énekszámok zenei kíséretét is adja. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szerezte a diplomáját, és a mai napig az egyetem tanára. Koncertezett szerte a világban. A Belcanto Opera Társulat alapító tagja és művészeti vezetője. Koncertünk elején, ahogy ígértem, kicsit hangolódunk a közelgő karácsonyra. Az első dal a Szeretet éj című karácsonyi dal, az emberiség békevágyát is megfogalmazza. És lehet-e ennél aktuálisabb kívánságunk ma? Ezt követően pedig Wolf Péter, Erker Ferenc díjas magyar zeneszerző, Ave Mária című dala hangzik el. Énekel Benedekfi Katalin művésznő, zongorán kísér Bárkányi Horváth Éva zongora művésznő.
szép szavat szólva. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Mert volna véletlen, hogy megtaláltalak, és csak általad műsor címe Klasszikusok könnyedén. A Liszt Ferenc díjas kiváló karmester Hámori Máté szerint mindenki szereti a klasszikus zenét, csak nem mindenki tud róla. Sokan úgy vannak vele, hogy még nem, vagy nem olyan formában találkoztak a klasszikus zenével, ami tetszett volna nekik. Nekünk az a feladatunk, kérje a karmester, hogy az emberek tudomására juttassuk, hogy tulajdonképpen ők ezt szeretik. A most következő részben bemutatkozik egy fiatal tehetség, aki már rátalált a klasszikus zene szeretetére. Benedekfi Katalin művésznő szívesen biztosít koncertjein bemutatkozási lehetőséget a pálya kezdő fiatal tehetségeknek. Ő maga mindig úgy érezte, hogy a Jóisten fogja a kezét és vezeti a számára kijelölt úton. És ezt a segítséget akarja meghálálni azzal, hogy igyekszik segíteni fiatal tehetségek ismerté válását. Az ifjú tehetség, aki bemutatkozik, Szőke Diana, még csak 22 éves, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem ének tanszékén klasszikus éneklést tanul. Mestere Kertesi Ingrid, Liszt Ferenc díjas érdemes és kiváló művész, akinek gyönyörű hangját templomunkban több alkalommal is hallhattuk. Szőke Diana fiatalkora ellenére sikeresen szerepelt több neves énekversenyen, csak a közismertet említem ezek közül, a Magyar Televízió Virtuózok című tehetségkutatóján 2021-ben, a nagyon erős nemzetközi mezőnyben a legjobb 10 között szerepelt. Előadásában hallani fogjuk először Francis Poulenc, az egyik legjelentősebb 20. századi francia zeneszerző és zongoraművész,
Le Chemin d'amour, a Szerelem ösvényei című dalát, amelynek szövege Jean Anouilh francia drámaíró alkotása. Ezt követően Kerekes János Erker Ferenc díjas zeneszerző, karmester, érdemes művész által megzenésített gyönyörű Radnóti vers fog következni. A címe Zápor. Végül egy csodaszép ária hangzik el Donizetti olasz zeneszerzőtől, aki az olasz belkántó korszak kiváló és nagyon termékeny komponistája volt. A napóleoni háborúk alatt játszódó, az Ezred lánya című kétfelvonásos vígopera a maga korában az egyik legsikeresebb Donizetti opera volt, és Marie szerepe sok koloratúr szoprán énekesnek az álma. Donizetti az Ezred lánya című vígoperából az Il faut partirt el kell menni című ária következik. Ezzel a gyönyörű három művel mutatkozik be önök előtt Szőke Diana. Zongorán kíséri Túri Nagy János orgonaművész. Fogadják őt nagy szeretettel.
Másik kedves vendégünk a mai programban Benedekfi Katalin művésznő, opera énekes kollégája, Turpinski Gippert Béla művész úr, aki nagyapjának a nyomdokain haladva választotta az opera műfaját. Előtte azonban jogi diplomát szerzett, akárcsak a nagypapa. Mindig a zene közelségében élt, mégis mondhatni kanyargós úton érkezett el az opera énekesi pályára. 2013-ban végzett Marton Éva Wagner kurzusán. Legelső találkozása az operával szintén Richard Wagnerhez kötődik, a 19. század egyik legnagyobb hatású zeneszerzőjéhez, akit a német opera megreformálójának tartanak számon. A művész úr az Istenek Alkonya című művet látta életében először, amelyben nagyapja énekelt, és ez gyermekként igencsak meghatározó élmény lett számára. Ez a mű része Wagner 4 operából álló ciklusának, a Nibelung gyűrűje ciklusnak, amelynek nem csak a zenéjét, hanem a librettót, vagyis a szöveget is Wagner írta. A művész úr eddigi pályafutását végigkísérik a Wagner művek, és természetesen Erkel Ferenc Pánkbán című művének főszerepe is, amellyel annak idején operaénekesként debütált. Turpinski Gippert Béla operaénekes ma este is Richard Wagner Nibelung gyűrűje tetralógia harmadik részéből, a Siegfried című operából énekli a címszereplő Siegfried fémolvasztó dalát, amely a csodás kard a Notung újrakovácsolásáról szól. Címe Notung, Notung. Ezt követően Benedekfi Katalin művésznő előadásában halljuk Johann Sebastian Bach Magnifikát című 12 tételes latin nyelvű liturgikus zeneművéből a Quia Respexit című szoprán áriát. Szövege Lukács evangéliumának latin fordítása. Magyarul, mert reá tekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotjára, mert ímé mostantól fogva boldognak mondanak. A Magnifikát Bach első nagy jelentőségű latin nyelvű darabja, amelyet a lipcsei evangélikus Tamás templom karnagyaként komponált, ott töltött első karácsonyára. A zongora játék megújítójaként tartja számon a zeneirodalom Frédéric Chopin, lengyel zeneszerző és zongora virtuózt, akinek 3 prelüdjével zárul ez a zenei blokk. Chopin a legnagyobb tisztelettel viseltetett a művészet iránt, amely szép, szent hivatás volt számára, írta róla Liszt Ferenc, aki első életrajzi könyvét is megírta Chopinnek halálát követően. A prelúdium, prelűd, rövid, hangszerre írt karakterdarab, ami általában valami nagyobb lélegzetvételű mű felvezetéséül szolgál. De Chopin új értelmet adott ennek a műfajnak. A prelűd Chopin óta önálló egységet, rövid, zongorára írt karakterdarabot jelent, amelyek mindegyike egy-egy gondolatot vagy érzelmet közvetítve önmagában is mű. Liszt Ferenc szerint Chopin prelúdiumai egy teljesen különálló rend kompozíciói. Olyan költői művek, amelyek hasonlóak egy nagykortárs költőjéhez, aki aranyálmokban őrzi a lelket. Chopin 3 prelüdjét Bárkányiné Horváth Éva zongoraművésznő adja elő. Blase bald,
Zerschnitt mir der Stahle Streu. Thank you.
klasszikus zenében az operát a színpadi műfajok királynőjének is szokták nevezni. Műsorunk következő részében néhány gyönyörű opera áriát fognak hallani. Charles Gounod, francia zeneszerző, fiatalon indult el a siker útján, de 40 éves volt, mire főművével a Falstaffal elkészült. Az opera öregedő filozófusa eladja lelkét Mefisztónak a fiatalságért és a gyönyörű Margit szerelmért cserébe. Benedekfi Katalin művésznő Gounod Faust című operájából az úgynevezett ékszer áriát énekli, amely akkor hangzik el, amikor az ártatlan, szerelmes Margit megtalálja a Mefisztó által az elcsábítására odakészített ékszeres ládikát. Felpróbálja a benne lévő ékszereket, és a tükörbe pillantva önmagában gyönyörködő nővé válik. A következő két ária a 20. század egyik legnépszerűbb olasz opera szerzőjének, Giacomo Puccininak a műve. A mestert az opera műfajának megújítójaként tartják számon. Pucciniben minden együtt van, a férfi, a művész, a fantasztikus zeneszerző, a nagy pszichológus, az emberi lélek nagy ismerője. Meg tudta adni az énekesnek is, a közönségnek is, amire vágyott, a zene örömét. Jó ízléssel, mértéktartással. A három miniatűr remek művet magába foglaló triptihon, hármas kép, Puccini utolsó előtti munkája volt, amelyet már csak a befejezetlen Turandot követett. Ennek a ciklusnak az első darabja a Köpeny, amely a Szajna partján játszódik, folytott hangulatú és egy tragikusan végződő szerelmi háromszögnek a története. Ebből fogjuk hallani Turpinski Gippert Béla előadásában a híres tenor áriát, Luigi áriáját, Hai ben ragione, igazad van. Luigi szerint abban, hogy jobb nem gondolkodni, csak leszegett fejjel dolgozni és lopott szerelemmel vigasztalódni. A darab vezérgondolata, mindenkinek van egy köpenye, amely hol örömöt, hol fájdalmat rejt. Képletesen ez ma is igaz. Ha pedig belegondolunk, hogy Puccini Csodálatos Bohém élet című operájának első és negyedik felvonása egy fűtetlen padlásszobában játszódik, Párizs latin negyedében, egészen közel állónak, mainak érezhetjük magunkhoz a művet. A Bohém élet a párizsi művészvilág könnyes mosolygós története, mely humorral és szentimentális elérzékenyüléssel mutatja be a fiatal művészek nyomorgó és vidám életét. A librettót Henri Murger francia író regénye alapján készítették a librettisták. Puccini határozott utasításokat adott a librettóhoz. Müzet alakjáról a regényben Murger a következőt írta. Müzet, amikor világra jött, bizonyára legelőször a tükröt kérte. Puccini csodálatos áriát írt Müzetnek, a második felvonásban felhangzó Quandum en voi kezdetű ária a slágerré vált melódiák közé tartozik egyértelműen. A mai estén Benedekfi Katalin művésznő szólaltatja meg Müzet keringőjét a Bohém életből. Zongorán kísér a továbbiakban is Bárkányiné Horváth Éva. No, ce n'est plus toi. No,
Più divina tu
tutto è conteso, tutto c'è rapito. La giornata già buia la mattina. Hai vera giovane, meglio lo pensare, piegare il capo ad incurvar la schiena. Következő felhangzó dal, mindenki fel fogja ismerni, mert nem lesz más, mint a Csitári hegyek alatt című és kezdetű dal, Kodály Zoltán Székelyfonó című daljátékából. És hogyan kerül ez a dal az operák közé? Először is 1931-ben az Operaház rendelte meg Kodálytól a Magyar Népzene című művének színpadi egész estés változatát. Kodály tulajdonképpen nem akart operát írni, csupán a magyar népdalt szerette volna méltó színhelyen bemutatni. A Székelyfonó bemutatója 1932-ben volt Budapesten a Magyar Állami Operaházban, ahol azóta is előadják, és neves operaénekesek éneklik örömmel. Kodály Zoltán Székelyfonó című daljátékából a Csitári hegyek alatt című dalt, a Leány és a Legény kettősét ezúttal Benedekfi Katalin és Turpinszki Gippert Béla operaművészek adják elő, Bárkányiné Horváth Éva zongoraművésznő kíséretében.
Gyönyörű volt, ugye? Kodály Zoltán háromszoros Kossuth Díjas magyar zeneszerző, zenetudós, zeneoktató, népzenekutató arra tanított, hogy meneküljünk az örök értékekhez. Nagyon megszívlelendő. Manapság talán még sokkal inkább, mint Kodály idejében volt. A műsor elején azt mondtam, hogy programunkkal kicsit már hangolódunk a közelgő karácsonyra. Most két karácsonyi dal következik két amerikai szerzőtől. Elsőnek Hugh Martin, színházi és filmzene szerző, Have Yourself Merry Little Christmas, kellemes karácsonyi ünnepeket című dala hangzik el. Majd Mel Tormé, négyszeres Grammy-díjas zeneszerző, énekes és zenész szerzeménye, az a Christmas Song, karácsonyi dal, Bárkányi Horváth Éva a zongora művésznő előadásában. Thank you.
Búcsúzóul a karácsonyi meglepetés következik, amely nem más, mint César Franck, belga származású francia zeneszerző és orgonaművész, leghíresebb és igazán közkedvelt melódiája. A Panis Angelicus című rövid modetta. Szövege Aquinói Szent Tamás Sacri Solemnis kezdetű himnuszának utolsó verszaka. Magyar fordításban Angyalok kenyere. Ez a dal itt a Szent Angyalok hajlékában különösen közel áll a szívünkhöz, és egyúttal most átvezet bennünket a jövő vasárnap kezdődő új egyházi évbe. Advent következik, és közeleg a karácsony. A lecsendesülés és egymásra figyelés szép időszaka. Mert ebben a nehézségekkel és félelmekkel teli időszakban is létrejön a varázslat, a csoda, ha várjuk és tiszta szívvel fogadjuk. Márai Sándort idézve, karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában. Nem csak te és én, hanem az egész világ. Az emberiség, amint mondják. Hiszen azért van az ünnep, mert nem lehet csoda nélkül élni. Hozzátehetjük, legalábbis nem érdemes. Benedekfi Katalin művésznőnek és a résztvevő művészeknek köszönjük a szép koncertet. Károly atyának köszönjük, hogy lehetővé tette itt a templomban ezt a mai estét. A magam részéről elköszönök, köszönjük megtisztelő figyelmüket, és vigyétek haza a mai este szép emlékét. Következik César Franck, Panis Angelicus, Angyalok kenyere című motettája. Előadják Benedekfi Katalin és Turpinski Gippert Béla operaénekesek, Szőke Diana, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatója, zongorán kísér Bárkányi Horváth Éva zongoraművésznő.